2025-ben születtem. De szívesebben nőttem volna fel az 1980-as években, mint a példaképeim. Itt lakom, az Ohio-i Columbusban. Ami még most, 2045-ben is a Föld leggyorsabban fejlődő városa. Bár ebből a rakásból ezt nem nagyon lehet észrevenni. A generációmat mindenki az eltűnt millióknak hívja. Nem mintha elmentünk volna bárhová. Már úgy sincs hová menni. Nincs. Kivéve az Oasis-t. Egyedül ott érzem azt, hogy érek valamit. Mert ott a valóságnak csak a képzeletünk szab határt. Ez egy teljes virtuális univerzum. Az emberek amiatt jönnek, amiket itt csinálni lehet. És maradnak. Amiatt, akik itt lehetnek. Érzed ezt? Igen. Csak itt érzem úgy, hogy érek valamit. Ülök itt a semmi egy kis sarkában. Nem lehet már sehova menni. Sehova. Csak az Oasisbe. Felkészültél? Ready Player One. Fehérhajú kisember meghalt. De mi köze ennek a rizsárához, nem igaz? És miért volna ettől még jaj nekünk? Azért, mert ti, akik itt ültök, és még 62 millió amerikai azzal foglalkozik, hogy engem hallgat. Mert közületek nem egészen 3%-ig olvas könyveket. Mert közületek alig 15%-ig olvas újságokat.
Mert egy igazságot ismertek, ami a képcsőn átjut el hozzátok. Mert él jelenleg egy teljes és egész generáció, amik semmi más nem ismer, csak ami ebből a csőből jön ki. Ez a cső szentírás, a végső kinyilatkoztatás, ez a cső teremt vagy porba dönt államelnökön, pápát, miniszterelnökön, ez a cső a legfélelmetesebb istenverte hatalom ezen az istentelen világon, és ezért jaj nekünk, ha nem megfelelő emberek kezébe kerül, és ezért jaj nekünk, mert Edward George Rodney meghalt. Mert ez a tévéhálózat most az ATT, az Amerikai Távközlési Társaság kezébe került. Új elnöke van az igazgatóságnak, Frank Hackett, ott ül már Mr. Rudd irodájában a 20-on, és a világ 12. legnagyobb vállalatának kezébe kerül, a leghatalmasabb istenverte propaganda eszköze az egész istentele világnak, ki tudja milyen terjesz majd igazság címén. Épp ezért figyelem, hallgassatok meg! A televízió nem az igazság, a televízió egy istenverte nagy vursli. A televízió egy cirkusz, karnevál, vándorakrabaták trupja, mesemondók, táncosok, énekesek, zsonglőrök, mutatványosok, oroszlán szelídítők és válogatott focisták. Egy szóval unaloműző ipar. Ha igazságot akartok, forduljatok Istenhez, mert csak is ott fogtok valaha igazságra bukkanni. Tőlünk emberek nem kaphattok igazságot. Azt mondjuk, amit hallani akartok. Hazudunk, mint a fene. Képesek vagyunk azt mondani, hogy Kozsek mindig elkapja a gyilkost. Hogy Archie Bunker családjában nincs rák. Hogy akármilyen bajban van a főhős, nyugalom, a film végére kimászik belőle. Minden hülyeséget elmondunk, amit csak hallani akartok. Ábrándokkal kereskedünk, amik közül egy sem igaz. De ti emberek mégis itt ültök napról napra, estéről estére, kortól, szintől, hittől függetlenül. Csak minket ismertek. Már kezdtek hinni az ábrándokban, amiket szövünk. Kezditek elhinni, hogy a képcső, a realitás és az élet, amit éltek, irreális. Azt teszitek, amit a cső mond nektek. Úgy öltözködtök, úgy esztek, úgy nevelitek a gyerekeiteket. De még úgy is gondolkoztok, mint a cső. Ez kész tömegőrület, eszemősök vagytok az ég szerelmére. Ti vagytok a valóság, és mi az illúzió? Hát zárjátok el a készülékeket, zárjátok el most rögtön! Már is zárjátok el, és hagyjátok elzárva! Zárjátok el ennek a mondatnak a közepén, amit éppen mondok nektek! Zárjátok el! Ez én volnék. Igen, meg én. Mi mind? Osztogatók. Kik a kékek? Törzsi társadalma. Vadászok, gyűjtögetők, földművesek. Csak szükségből öltek állatot. Feleslegesen nem műveltek földet. Verekedtek, de sosem háborúztak. Nem pusztítottak. Meg volt a helyük a világ. A részévé váltak, igen. Megosztoztak rajta. Mi változtattunk ezen? Változtassuk vissza, vagy mi? Maga szerint mit kellene tenni? Romboljuk le a városokat? Esetleg költözzünk dzsungelekbe? Tetszetős érv, dönts el maga! Uralom! Tessék! Csak egy dologról mondhatunk le. Az uralunkról. A
világ nem a miénk. Nem vagyunk se király, se isten. Le tudunk mondani róla, hogy továbbra is ragaszkodunk hozzá. Túlcsábító istet játszani. Ez én volnék. Igen, meg én is. Mi mind? Mindez idáig, és nem is lesz soha, ha nem rövidülnének meg azok a napok,
Nem menekülnek meg egyetlen halandók sem, de a választottakért megrövidítettük a napot. Íme előre megmondtam nektek. Ezért ha azt mondják nektek, íme a pusztában van, ne menjetek ki. Íme a belső szobában, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egészen nap nyugtáig, úgy lesz az embernek félnek eljött is. Mindjárt pedig, ha a napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénik, és a csillagok az égből lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek, és akkor feltűnik az ember fiának jel az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőjéből, nagy hatalommal és dicsőséggel. Mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Hát, Isten ezt a forgatókönyvet készítette az utolsó időre. És egyébként mindezekről még olvashatunk más könyvekben is, Dániel proféta könyvében, Ézsaiás könyvében, Ezékiel könyvében, Zakariás könyvében, illetve Jelenések könyvében. Jelenések könyvben meg részletesebben foglalkozik ezzel a témakörrel. Hát beszéltünk már róla, hogy a Bibliának számos profíciája beteljesedett, és hát ne legyen kétségünk a felől, hogy amik még nem teljesedtek be, azok ezután be fognak teljesedni. Ezek előrejelzett események, amelyek valóban meg fognak történni, így hát éljünk úgy, mint akik valóban hiszek, és ebben ezek meg fognak történni. Hiszen Jézus ezt mondta, legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy kimenekülhessetek mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az ember fia előtt. A Bibliának szerintem mindegyik könyve tartalmaz valamilyen jövendőlést az utolsó időkről. Hát én most arra nem vállalkozom, hogy itt mindegyiket felsorolom és rendszerezzük őket, hiszen időkben sem félne vele, de szeretnék néhány olyan részt kiemelni az utolsó idők eseményéből, amik alapján fel lehet állítani nagyjából, hogy mik történnek az utolsó időkben, és üsztörténeti szempontból igencsak fontosak. Az előadásban elég sokat beszéltünk arról, hogy a fennevad rendszere az kiépül a fennevad kerülő hatalomra. Ezt olvassuk a Bibliában, az Antikrisztus kerül hatalomra. És kiépít egy rendszert, amelyről ugye már sokat beszéltünk, és eleinte egy nagyon utopisztikusnak tűnő rendszer lesz ez. A béke és a biztonság jelszava alatt valósul meg. Békét ígér, de valójában ez egy hamis béke lesz. Ezt olvassuk, hogy amikor azt mondják, béke és biztonság, akkor tört rájuk a hirtelen a végső romlás, mint a fájdalom a váramos asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Egy 7 éve szóló békeszerződés köt Izrael. Ennek a 7 éves időszaknak a felénél megszegi a békeszerződést és adat üzen. Ekkor megszentségteníti a templomot, és felállítatja a saját magát ábrázoló képmását a templomban, ezt a fennevad képmása, és azt parancsolja, hogy imádják ezt az emberek, és akik nem imádják, azokat mindent megöli. Ezt az időszakot a Biblia nagy nyomorúság idejének nevezi, és azt írja, a Biblia nagy nyomorúság alatt borzasztó háborúk törnek ki, éhínségek, járványok és természetek az asztófát pusztítanak majd. És hogy Isten ekkor fogja kiárasztani haragját a világra a bűn és gonoszság miatt. A nyomorúság alatt érkezik el az apokalipszis 4 lovasa, a 7 pecsét és a 7 trombita szó. A nagy nyomorúság végén az Antikrisztus egy végső rohamot indít majd Jeruzsálem ellen, ez lesz az emberiség utolsó nagy csatája, és Armagedonnál fog lezajlani ez a csata, ez lesz az armagedoni ütközet. Ekkor fog Jézus Krisztus visszatérni, és elpusztítja az Antikrisztus seregeit, a sátán pedig megkötözi, és kezdetét veszi Jézus Krisztus 1000 éves királysága. Ahol azok, akik a hitükért mártírhalált haltak, illetve azok, akik nem vették fel a fenevad bélyegét, és nem imádták a fenevadat, Krisztussal együtt uralkodni fognak 1000 esztendeig. Az 1000 esztendős időszak végén a sátán elvadoztatik, de csak egy rövid időre, azért, hogy végső vereséget szenvedjen, és a tüzes tóba vettessen. Krisztus ekkor ítélkezik a halottak felett, megítéli őket cselekedetei szerint, és akiknek nincs beírva a neve az életnek könyvébe, azt a tűznek a találba vettetik.
És ekkor veszi kezdetét Krisztus uralkodása az új égen és új földön. És ezt olvassuk, hogy Isten újjáteremti ezt a világot. És ekkor ereszkedik alá a mennyből az új Jeruzsálem, és Isten letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jaj kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az első idők nem voltak. És hát ez lesz a hívőknek az örök lakhelye, kezdetét veszi az örökké valóság. Ez hát röviden tömören Istennek a forgatókönyve, ezt készítette elő nekünk, és szeretnék néhány részletet kicsit részletesebben megvizsgálni belőle. Hát először is azt mondta Jézus, hogy ettől azonban ne ijedjetek meg, ezeknek meg kell történniük, aki azonban mindvégig kitart, az üdvözül, íme előre megmondtam nektek. A nagy nyomorúsággal kapcsolatban vannak különböző nézetek, vannak, akik úgy gondolják, hogy Isten az egy választottságot elragadja a nyomorúság előtt, és nem érik át ezt a nagy nyomorúság időszakát. Vannak, akik úgy gondolják, hogy a nagy nyomorúság után ragadja el a Isten az övéit, és vannak, akik úgy gondolják, hogy a nyomorúság kevés közepét fogja elragadni az Isten. Ez, tehát különböző nézetek vannak erre, amik egymásnak ugye ellent mondanak, és hát hogyha abban mindannyian ide térhetünk, hogy hát három különböző választat biztosan nem lehet igaz, ebből csak az egyik verzió az igaz. Kérdés van csak az, hogy melyik eltörül az igazság. És hát én szeretném, hogy ezt vizsgálnám meg itt a hátralévő részben, hogy mit mond erről az ige, hogy vajon a nagy nyomorúságot átérik-e Istennek a választottjai vagy sem. És hát mivel én nem vagyok egy jövendő mondó, ezért csak az ígéret tudok támaszkodni, de szeretnék egy Pál apostolnak egy jó tanácsával belevágni ebbe a témakörbe, azt mondta, hogy mindent vizsgáljátok meg, és ami jó, azt tartsátok meg belőle. Így ha esetleg önben tévednék, akkor azt vezessük el, és a jót tartsuk meg belőle. Hát néhány igét szeretnék felhozni, hogy mit ír az igen nagy nyomorúságos időszakról. Máté Evangéliumában például ezt olvasom. Olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha. Ha nem rövidüljenek meg azok a napok, és nem, akkor nem menekülne meg egyetlen halandó sem, de a választottakért megrövidülnek azok a napok. Közvetlenül a napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égből, az egek tartóerői megrendülnek, és akkor feltűnik az ember fiának jel az égen, akkor jajgat a föld minden népbe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felé, nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi az angyalait, nagy trombita szóval, és összegyűjtik az ő választottait, négy égtár felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig. Hát ez alapján elmondhatjuk azt, hogy a választottak a nagy nyomorúság után itt lesznek, hiszen ezt olvassuk, hogy a választottakért rövidítenek meg azok a napok, hát hogyha a választottak a nyomorúság után elragadtatnak, akkor értük, nem kellene megrövidítetni ezt a időszakot. Illetve a nagy nyomorúság után tűnik fel az embernek fia jele az égen, és ekkor gyűjt össze az ő választottait a négy égtár felől. Hát felmerül bennük a kérdés, hogyha a választottak itt vannak és átérik a nagy nyomorúság időszakát, akkor mi lesz ő velük? Mi a különbség Isten választott népe között és a többi között? Hát azt olvasok jelenések könyvében, hogy különböző trombitaszókról olvasunk, 7 trombitaszóról, az 5. trombitaszónál ezt olvassuk. Az 5. angyal is trombitált, mennyit áll azért a mélységnek útját, és füstölve fel ebből a kútból. A füstből pedig sáskák jövének ki a földre, és megmondaték nekik, hogy a földet, a füvet ne váltsák, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokukon nincsen az Istennek pecsétje. És adaték azoknak, hogy megnevelje őket, hanem hogy kínoztassanak 5 hónapig. Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, vágynak meghalni, de fut előlük a halál. Hát azt olvassuk, hogy az Istennek a választottjai kapnak egy pecsétet. Isten elpecsételi az övét magának, és a nyomorúságokat nem érik át, nem csak azok, akiknek nincs ott a homlokán Istennek a pecsétje. Így Isten az övét megkíméri ettől. Hát olvasunk egy ilyen történetet egyébként a Ószövetségben is.
Annak idején az Egyiptomban, a tíz csapás idején Isten népe úgy menekült meg a veszedelemtől, hogy a bárány vérével meg kellett kenniük az ajtófélfát, és így elkerülte a pusztítás azokat, akiknek meg volt jelölve az ajtójuk. Mindenki mást azonban ért ez a pusztítás. Jelenések könyvében is meg hasonlót olvasunk. Isten az övét elpecsételi magának, és a nagy nyomorúságok nem érik őket. Nem ne bántsák azokat, csak azokat, akiken nincs ott a Istennek pecsétje.